Hello mindenkinek, Attila vagyok, és a könyv, amiről ma beszélgetni fogunk. Van tippetek? Van bármi sanda gyanútok? Szerintem nincs. Az Elementálok sorozat első része Bridget Gemereltől a Storm Vihar. Vihar. Mennydörgés, villámlás. Ez a könyv a Könyvmoly képzőkiadó gondozásában jelent meg, és nekem is ők küldték ezt a példányt, hogy mondjam el róla az őszinte véleményemet, és most el is fogom róla mondani. Ez a videó teljesen spoilermentes lesz, szóval ha szeretnél minden fontos infót megtudni ezzel a könyvvel kapcsolatban, akkor maradj itt Attila rappel. First thing first, the cover, let's talk about the cover, cover. Yeah. A színe nagyon jó, hát ugye a kék az mindig jó szín. Amit viszont nem szeretek a borítón, azok az emberek. Alapból nem szeretem, hogyha borítókon emberek vannak, de hogyha muszáj rárakni embereket, akkor miért nem rakunk olyanokat, akik hasonlítanak a könyvbeli karakterekre? Hát az lenne a logikus döntés. Ja, négy fiúból kettőnek ikerpárnak kellene, igen, ikerpárnak kellene lennie, hát de itt egyik sem hasonlít a másikra. Na mindegy. Nagyon jól nyitogatható ez a könyv, nagyon kényelmes az olvasása, és csak így fog, és suhan, mint egy madár a szélszárnyán, szintál is repül. Ez a könyv ugye a kedvencemnek a kategóriájában van, paranormális, young adult, amit ugye én nagyon szeretek. A könyv hátlapján azt írják, hogy ez a könyv arról szól, hogy van egy lány, aki megismerkedik négy fiú testvérrel, akik így az elemeket uralják, föld, tűz, víz. Mi a negyedik? Levegő, és hát ez a téma már alapból tökre király, hiszen van ugye az a mesesorozat, rajzfilm is, az Avatar, Ang legendája, és az Avatar kora legendája, és én mind a kettő rajzfilmet nagyon szeretem, mind a kettőt néztem, ti is nézzétek, ha nem nézitek, mivel baromi jó. Akkor megláttam, hogy ez a könyv miről szól, én biztos voltam benne, hogy akárhogy van ez megírva, akármiről szól, ezen kívül én ezt a könyvet imádni fogom, ugyanis hát, hogyha valaki irányítja benne a vizet, tüzet, meg ilyenek, hát akkor az már nyert ügye van nálam, hogyha erről szól egy könyv, ugyanis hát az baromi jó téma. És emiatt nekem a csalódás az még mértéktelenül nagyobb volt, hogy nekem ez a könyv nem tetszett annyira, amennyire arra számítottam. De ez a regény olyan, mint egy drog. Ha elkezded, nem tudod abba hagyni, amíg el nem olvasod a végén, mert folyamatosan ez fog járni a fejedben, hogy mi történik benne, mi lesz a következő, és szinte tudod, hogy mi lesz benne, és szinte minden fordulatot már előre tudni fogsz, de mégis olvasni akarod majd, és olvasni akarod majd, és olvasni akarod majd. Igen, ez lesz. A könyv egy nagyon jó, könnyű, ilyen délutáni olvasmány, ha valaki arra szállja, hogy csak most a sok nehéz olvasmány után, ami könnyűt akar olvasni, arra tökéletes. Arról szól, hogy van egy lány, akit Bekának hívnak, éppen egy ilyen harci karate izén volt az iskolában, megy haza és meglátja, hogy a parkolóban két fiú vele egy harmadikat, és ő most elhatározza, hogy benne föléled ez a szupervédelmező, szuperwoman ösztön, és ő megmenti azt a harmadik fiút, ezért a kocsijával odahajt a három fiú közé, elkergeti azt a másik kettőt, és a harmadikat meg most megmenti, és aztán hazaviszi őt a testvéreihez, mivel ő rájön, hogy ismeri ezt a fiút, akit megvertek, őt Chrisnek hívják, és neki van három testvére. Tehát már a kezdés így nagyon érdekes volt, hogy nem a fiú mentette meg a lányt, viszket közben a hátam, hanem a lány mentette meg a fiút. Aztán a következő részben megismerkedünk ennek a Chris nevű csávónak a testvéreivel, akik szerintem mind nagyon jó fejek voltak, és az írónő nagyon jól ábrázolta mindet, ugyanis egyik is hasonlít a másikra, mindegyik teljesen különböző személyiség. Ezután az élet megy tovább, Bekáig most 11-esek, Chris is az évfolyamára jár, mennek vissza az iskolába, de jön egy új fiú is, akit Hunternek hívnak, és természetesen, hiszen ezt hogy lehet neki adni, szerelmi háromszög alakul ki köztük. Ugye Becca hamarosan megtudja, hogy Chris és a testvére irányítják az elemeket, és aztán ebből alakul ki ilyen fő bonyolodalom, hogy a lány ezt tudja, és még nem is ez a igazán nagy baj, hanem a Chrisnek vannak ellenségei, hozzá hasonló emberek, akik szintén irányítják így az elemeket, de nem annyira erősek, mint ők, és ezért azok el akarják őket intézni, és hasonló, és Becca ennek a szinte háborúnak a közepébe kerül, és ez a könyvnek a fő bonyodalma, és hát többet nem is mondok róla, mivel az már mind spoileres lenne. A könyvnek a végén van egy előzmény novella, ami körülbelül 60 oldalas, és elmeséli, hogy ez az egész ellenségeskedés a Chris tesói és az ő ellenségei között hogy kezdődött, ami szerintem sokkal jobb volt, mint maga a könyv. Nagyon izgalmas volt az előzmény novella, és ha el szeretnétek ezt a könyvet olvasni, én azt is tanácsolom inkább, hogy azt olvassátok el előbb, hiszen az idő kronológiailag, na valami ilyesmi az a szó, előrébb is van, valamint lecsekoltam a neten, és azt írják 0,5. résznek, szóval előbb az előzmény novellát olvassátok el, ami a könyvnek a végén van, majd aztán a könyv elejét. Igen, ilyen logikus a sorrend. A könyvnek a legtöbb szereplője baromi jó fej, nagyon kedvelhető,
Chrisnek az összes tesója, az Beckák a főszereplőjének az anyukája, a barátnője, mindenkit nagyon bírtam, fantasztikus a negyediek, az írónőnek nagyon jó a karakterábrázolása, de nekem problémám volt az a kettő főszereplő, Becca és Chris. Ezért sem tetszett nekem annyira ez a könyv, mivel hogyha nem szeretem a két főszereplőt, hát akkor a cselekményt sem, meg a történetet sem fogom annyira szeretni, mivel nem tudok vele így kapcsolódni a történethez, igen. Beccával és Chrissel az volt a legfőbb bajom, hogy mind a ketten baromi idegesítőek voltak, nagyon klisések, és igazából engem teljesen idegen hagyott az ő kapcsolatuk, mikor azok a részek voltak, így néztem, hogy engem azok a részek nem is érdekeltek, sokkal inkább arra vártam, amiben a többi szereplő is benne van, hiszen ők viszont nagyon jók voltak, és már miattuk elérte elolvasni ezt a könyvet. Valamint ez az egész elementálos szál is benne nagyon érdekesen van ábrázolva. Nekem ez mind-mind nagyon tetszett, és ez egy jó pörgős olvasmány, tele van fordulatokkal, és szerintem talán kicsit túl sok is van benne, és túl sok a cselekmény, nem kellett volna ezt 500 valány oldalon keresztül húzni, lehetett volna kicsit rövidebb is lett, akkor még jobb lett volna. A legfőbb problémám ugye nekem a klisé mondatok voltak, amiket baromira utálok a könyvekben, például az, hogy Becca fél másodpercenként így csinált, hogy a tincsét, mindig volt valami kósz a tincsét, és neki azt a haja mögé kellett igazítani, kíváncsi vagyok, hogy állhat neki a haja, hogy 3 másodpercenként van neki egy kósz a tincse, legszívesebben már a könyv végére leborotváltam volna a csajnak a fejét kopaszra, Becca 5 oldalanként elpirul, valamint azok a mondatok, hogy nem is tudtam, hogy visszatartom a levegőmet, hogyan nem tudja, ha visszatartja a levegőjét, nem kap olyankor levegőt, azért ez a könyv nekem nagyon tetszett, még ha a végével annyira nem is vagyok megelégedve, ugyanis, mint mondtam, az egész könyv nagyon pörgős volt, hangulatos, viszont a vége az már túl pörgős is volt, hiszen ilyen nagyon fontos résznek a végén zárul le ez az egész, és szinte mire megtudnánk valamit, hát nem tudunk meg, szóval ez frusztrál. Így végezetül én a Stormot ajánlom mindenkinek elolvasásra, ha valaki valami nyugisra vágyik, valami könnyedre, pörgősre. Legfőképpen azoknak ajánlom, akik szeretik természetesen a paranormális engedvótokat, például mint az Obsidian. Szóval, ha szereted az Obsidian, szerintem a Stormot is szeretni fogod, az is tetszé fog, de azért annyira nem fog, mint az Obsidian, szóval arra ne várja, hogy annak a szintjét meg fog jutni. Pontozás, én a viharra 5-ből 3,5 pontot adok, így mutatom így a fél ujjamat valahogy. Még nem minden a könyv, mai képző kiadó, képzeljétek el, volt olyan rendes, hogy nem csak nekem küldött egy könyvet, hanem hanem küldtek egy nyereménypéldát is, amit köztetek fogok majd kisorsolni. Tetszett, amit erről a könyvről hallottál, most itt az esély, hogy megnyerjed ezt a vadonatúj, még kis nyitottam, most kinyitom, és ez is milyen jó szál. El szeretnéd olvasni ezt a könyvet, akkor most itt az esélyed. A leírásban minden infót megtaláltok a nyereményjátékkal kapcsolatban. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, valamint ne feledkezz el feliratkozni a csatornámra sem. Remélem, hogy tetszett nektek. Már ti olvastátok ezt a könyvet, akkor írjátok meg lentről a kommentben a véleményeteket, vagy hogyha van bármi kérdésetek vele kapcsolatban, azt is írjátok meg nekem nyugodtan. Ennyit terveztem ebben a videóban. Attila voltam, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Hello mindenkinek, Attila vagyok, és ez itt a Bookaholic. Kérdezd, felelek! Kezdjük is el! Yeah! Oh, really?